És én úgy látom, hogy mindenki itt is van, aki mai Bét Akadémiánkon szerepelni, beszélni fog. Én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Bét Akadémia eseményünkön. 5 tapasztalt és tehetséges elemző, részvényelemző kollégával fogunk a mai napon beszélgetni, akik véleményt fognak mondani 7 budapesti értéktőzsde én forgó középvállalatról, és gyors bemutatkozást, kört is hadd engedjetek meg nekem, kikkel vagytok ma itt, kiket hallgathattok. Buta Gábor, a Concord Értékpapír ZRT részvényelemzője, Vágó Attila, az MBH alapkezelő befektetési igazgatója, most már egy egészen friss cégváltást követően, Sági Balázs, az Equilor részvényelemzője, Rácz Balázs, az MBH Bank senior elemzője, és Szemán Ákos, az OTP Bank részvényelemzője van itt ma velünk. Nagyon köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre az eseményre, és ugye 7 cégről fogunk ma beszélni, 7 cégről lesz szó. Ők az ANI, az állami nyomda, az Autovallis, a CIG Pannonia biztosító, a Gloster, a Masterplast, Panergy és a Waberers, tehát teljesen különböző iparágokból, de itt mindegyik Magyarországon tevékenykedő magyar cégről révén szó. És az a tervünk igazából, hogy 2 részes lesz majd ez a sorozat, most első körben beszélünk erről a 7 cégről, és egy következő alkalommal pedig nekifutunk a maradék midcap cégeknek, akik még kimaradtak ebből az alkalomból. Arra gondoltam, hogy ABC sorrendben fogunk végigmenni ezen a 7 cégén, és én azt kérném tőletek, hogy egy körülbelül olyan 6 percben mondjátok el, hogy mit láttok most azzal a vállalattal kapcsolatban, akiket ti elemeztek, mik a kilátások, mik történtek velük az elmúlt hónapokban idén, és a blokk végén pedig, hogyha kérdések merülnek föl, amire buzdítok minden hallgatót, nézőt, hogyha lenne kérdése, akkor azt írja meg nekünk kommentben, és akkor azt igyekszünk utána a blokkok után megválaszolni, vagy pedig az előadások végén, és akkor így mennénk végig. Én még egy mondatot mondanék, hogy igazából miért gondoltuk, hogy megszervezzük ezt az eseményt. Blue chip cégekről nagyon sok szó esik, nagyon sok elemzés lát napvilágot róluk, tényleg sokat szerepelnek a hírekben, sok információ van kint róluk. Viszont a midcap cégek, akik szintén egyébként mindegyikük egy komoly teljesítménnyel bíró, jó háttérrel rendelkező cég, jóval kevesebb reflektorfényt kapnak. Igaz, itt ugye a likviditásuk is jóval alacsonyabb, viszont az nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy egy cégnek alacsonyabb a likviditása, az ugyanúgy egy tőzsdén megvásárolható, eladható cég, és sok esetben ki tudnak maradni befektetők egy izgalmas sztoriból, egy rövidebb ralliból, vagy egy hosszabb távú emelkedésből, és mi ezt szeretnénk orvosolni, hogy erre is megjelen a befektetőknek a lehetősége igazából. Úgyhogy mi ezért gondoltunk erre a programra. Az a mostani esemény, ugye Facebook Live-on megyünk, de aki nincs itt, az YouTube-on utólag is meg fogja tudni nézni ezt az előadást, és honlapon, Béthonlapon szintén elérhető lesz ez az esemény. És akkor bele is csapnék én, és Gábor, Bukta Gábor, veled kezdünk ugye az állami nyomdáról. Mit látsz most, mik az aktualitások a céggel kapcsolatban? Ezt el tudnád-e mondani? Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Először is nagyon jól estek a szavak, hogy ilyen tapasztalt, jól informált, részvényelemző kollégákkal lehet ezt a mai napot megbeszélni. Másrészt az is egy nagyon jó pont volt, így általánosságban elmondva szerintem, hogy a magyar piac alapvetően egy nagyon mély árazáson van, több éves alacsony árazási szín mellett forog, és bizony
amellett, hogy a nagyobb papírok is igencsak nyomott árazáson vannak, ugye a kisebb papírok, amelyek alacsonyabb likviditással forognak, nagyon sokszor radar alatt maradnak teljes mértékben. De nekem például most egy olyan szerencsés helyzet állt elő, hogy hál' Istennek két olyan cégről is beszélhetek a mai eseményen, amelyek idei évben a részvényesek számára több mint 50%-os hozamot tudtak generálni, és először is az állami nyomdáról fogok akkor beszélni. Az állami nyomdánál tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy a 2020-as évet megelőzően egy viszonylag stabil, nagyon kiszámítható, még 100 forint alatti egyrészvényre jutó eredmény termelő cégről lehetett beszélni. Ugyanakkor a koronavírus válságot követő időszak az egy nagyon hektikus eredmény változást hozott a cégnek az életébe. Egyrészt a válság ezt a defenzív szektort is elérte, és az eredményeket egy alacsonyabb szintre nyomta. Ugyanakkor a védettségigazolványok gyártása kapcsán egy nagyobb bevétel, egy nagyobb profit ütötte az állami nyomda market, így a részvényesek markát is, mert ennek egy nagyon jelentős része disztribútálásra is került osztalék formájában. Az állami nyomda a következő években nagyon stabil, magas eredmény termelő képességet fog tudni mutatni, erre számítunk. Ami nagyon-nagyon fontos az állami nyomda életében, hogy tavalyi évben be lett jelentve egy 130 millió eurós keretszerződés, amit Angolával kötött meg az útlevélrendszernek a kiépítésére, kialakítására, és ennek már az első mérföldköveit, az első mérföldkő bevételeit már láthatjuk is az eredményekben. Az idei második és a harmadik negyed év kimagasló eredményeket tartogatott, illetve hozott a befektetőknek, és különösen a múlt héten pénteken 17-én megjelenő gyors jelentés volt az, ami elképesztő optimizmusra adott okot, hiszen egy negyed év alatt 2 milliárd forintos profitot ért el a cég. És ez a 2 milliárd forint, csak hogy kontextusba helyezzük, Covid előtti években nagyjából ilyen 1,3-1,5 milliárd forint környékén volt az egész éves profit, most pedig 3 hónap alatt csinálta meg a társaság, ami extrém magas egyrészvényre jutó eredményt jelentett már az első 9 hónapra is. 241 forintos egyrészvényre jutó eredményt ért el a részvény, és mivel historikusan az állami nyomda nagyon konzisztensen gyakorlatilag az egész eredményét kifizeti osztalék formájában a részvényeseknek. Ezáltal egy teljesen visszafogott utolsó negyedévet feltételezve is nagyjából egy ilyen 280 forintot mutathat osztalékra a következő évre, ami miatt én úgy látom, hogy az állami nyomda az kiemelkedik osztalék szempontjából is, illetve növekedési kilátások miatt is, nem csak Magyarországon, hanem a régióban. Hogyha ezt a 280 forintos minimális osztalékelvárást tudná jövőre kifizetni a cég, akkor az nagyjából a jelenlegi árfolyammal egy durván 13-14% közötti osztalékhozamot jelentene. És mivel az elmúlt 10-12 évben az állami nyomda osztalék hozama, az osztalék fizetés megelőző napon durván egy ilyen 2,7%-os prémiumot tudott a befektetőknek adni a 10 éves magyar állampapír hozamhoz képest, ez még egy plusz felértékelődési potenciált is jelenthet itt a következő időszakra. Ez alatt azt értem, hogy jelenleg a magyar 10 éves államkötvénynek a hozama durván 7% körül van, míg az állami nyomdának az osztalék hozama ilyen 13-13,5%-ra tehető. Most akkora mozgások voltak az elmúlt két nap, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy pontosan most hol áll az árfolyam, de amikor ott hagytam a számítógépet, a monitorokat, akkor egy ilyen 2150 forint környékén volt. Tehát, hogyha ez a 2,7%-os historikus prémium lenne mérvadó az osztalék szempontjából, az osztalék előtti napon az állami nyomdánál, akkor azért a elképzelhető nagyon könnyedé, hogy az ilyen 2600-2800 forintos osztalék fizetés előtti szint is egyébként elérhető lenne
a nyomda részvényekben, ami kimagasló. 12 havi céláram, amit megfogalmaztunk rá, ez 2490 forint jelenleg. Ez egyébként az osztalékot nem tartalmazza, tehát ez is nagyjából abban az irányú utat, hogy nekem a várakozásom az, hogy az osztalék fizetést megelőző napokban az állami nyomda részvényei az durván ilyen 2700-2800 forint környékén kereskedhetnek, ami még ezekről a szintekről is egy durván 30%-os felértékelődést jelentene. 2180 egyébként, most megnéztem az árfolyamot, szóval teljesen jó. Gábor, figyelj csak, én egyet hadd kérdezzek, hogy ugye állami nyomda, ID, igazolványok, digitalizáció, hogy csak nagyon röviden, hogy látod ezt a folyamatot, hogy hogyan illeszkedik akár az itthoni, akár a külföldi cégek vonalon ez a stratégiája a cégnek. Remek a kérdés. Már csak azért is, mert szerintem a 2010-es évek második felétől a digitalizáció az egyre élesebb kérdéseket vetett fel az állami nyomda kapcsán, hogy ezt hogyan alakíthatja át az egész üzleti modell. Viszont amelyik üzletága, vagy termékszegmense leginkább kitett az állami nyomdának, jelenlegi állás szerint az a formanyomtatványok, amelyeket többnyire Romániában gyárt, viszont hiába félünk ettől, lehet, hogy a volumenek csökkennek, ugyanakkor árazásba tud egy olyan áremelést végrehajtani, ami tulajdonképpen nem feltétlenül mozgatja az árbevételi sort, illetve annak a biznisznek, annak az üzletágnak a jövedelmezőségét. Kérdés például, hogy digitális megoldások, akár személyazonosítás, akár útlevél terén, meg fognak-e jelenni a következő időszakban. Erről egyébként egész Európai Uniós szinten nagyon-nagyon komoly vita folyik, nagyon kétoldalú az ezt illető álláspont Nyugat-Európában is, az Európai Parlamenti képviselők körében. Úgy gondolom, hogy az még a jövő zenéje, szerintem itt rövid távon ezzel nem kell foglalkozni, mert itt én meg vagyok róla győződve tulajdonképpen, hogy ez az angolai útlevél projekt, illetve az ebből származó eredmények azok, amik leginkább meg fogják határozni a részvény megítélését. És egyébként, hogyha még beleveszem azt, hogy a következő évben lesz egy európai parlamenti választás, valamint még lesz egy önkormányzati választás is Magyarországon, akkor az abból befolyó plusz bevétel, plusz nyeresség is egy osztalék, javító tényező lehet, amely majd már 25-ben fogja az osztali, a befektetőknek a markát ütni. Köszönöm szépen, Gábor, és én át is eveznék Attilára, volt kollégádra, Vágó Attilára, és ugye két cégről is fog tudni nekünk az Attila beszélni, egyrészt az Autovallisztról, másrészt a cégről. Leginkább a múltbeli pozíciója kapcsán, mint részvényelemző, de természetesen én azt gondolom, hogy ez a jövőben is ugyanúgy releváns marad neked. Az indító kérdésem viszont, Attila, az az lenne, hogy milyen érzés a másik oldalon ülni, hirtelen váltás, most te, mint alapkezelő, veled találkoznak az elemzők. Hát emberileg nem változtam szerintem, tehát meg ugyanaz a srác vagyok, aki voltam két héttel ezelőtt, remélem ezt így gondolják mások, és a munka más, a folyamatmenedzsmentben jobban bele kell vonódnom, és ilyen módon kevesebb idő most itt az elején fordítható olyan feladatokra, amit korábban végeztem, de hát nyilvánvaló ez lenne az alapkezelésnek a lényege is, hogy elemezni, megfejteni a jövőt, és jó befektetési döntéseket hozni, és ez anélkül, hogy nem néznénk alaposan a dolgok után, ez valószínűleg nem lehetséges, de hát vannak itt a piacon kedves volt kollégák, akik ebben továbbra is a segítségünkre lesznek, nem csak az enyémre, hanem a kollégáimnak is, illetve más alapkezelőket is ki tudnak szolgálni. Ugye nekem itt most hogyha névsor szerint megyünk, vagy ABC sorrendben, akkor az Autovallis következik. Igen. Itt is egy jövőfejtés lenne a feladat, mindössze.
Igen, és hát ez teljesen más sztori, mint a nyomda, mert a nyomda ugye azért szeretjük, egyrészt mert jövedelmező, másrészt, hogy ezt odaadja a részvényeseknek minden pénzt, amit keres, legalábbis többnyire. Az autóvalliszról elmondható, hogy jövedelmező, de nem adja oda. Ennek pedig legfőképpen az az oka, hogy ő még növekszik, és elég erőteljes növekedési rátákat mutat fel. Ugye egy pár évvel ezelőtt még 80 milliárd forint alatt volt az árbevétel, idén meg közel 400 milliárd forint lesz. És ugyanúgy a társaságnak az amortizáció és kamatok előtti eredménye, vagy az EBITDA, meg az körülbelül idén lesz egy 19-20 milliárd forint között, és egy pár évvel ezelőtt ez is még ilyen 2-3 milliárd forint volt. Tehát szédületes eredménybővülést lehet látni ennél a társaságnál is, és ennek a legfőbb mozgató rugója, vagy húzó ereje az akvizíciók voltak. Ugye számtalan bejelentett tranzakcióról tudunk az elmúlt években, amik elsősorban arra engedték a társaságot, hogy hatalmas ütemben növelje az eladott autóknak a számát, de nem csak az autóvalliszról, és amellett, hogy belföldön ugye egy nagyon meghatározó társaság, azért most már azt látjuk, hogy az árbevételének a többsége exportból jön, tehát ezek az akvizíciók, tranzakciók, amik az elmúlt években láthatók voltak, illetve végrehajtottak, azokat részben külföldi piacokon tették, ennek köszönhetően ugye az exportnak a részes aránya most már megközelíti a 60%-ot a teljes árbevételen belül. Ugyanakkor az árbevételnek egy másik metszete összetétele az, hogy nem csak autót értékesít a társaság, hanem a mobilitással kapcsolatos valamennyi szolgáltatási szegmenst igyekszik lefedni. Ezek jellemzően magasabb megtérülésű üzletágak. Ennek köszönhető az például, hogy az első negyedévben a retail, vagy bocsánat, a kiskereskedelmi üzletek az nagyon komoly fedezett javulásnak nézett elébe, illetőleg annak, hogy ugye az eladott autóknak az árát jelentősen sikerült emelni a társaságnak. Úgyhogy, ha nagyon szűken össze kéne foglalni, akkor ez a társaság egy borzasztóan gyorsan növekvő, de egyúttal értéktermelő cég. Tudnék, hogyha a befektetett tőkére vetített eredményességét nézem, az bőven 20% fölött van. Na, ameddig a társaság ezt tudja hozni, akkor még a lakossági, és ez téves szinten, akkor még a lakossági papírokon elérhető hozamokat is felül tudja szárnyalni, tehát érdemes bent tartani a cégben a pénzünket, és várni arra, hogy egyszer majd eljön az a pillanat, amikor a cég vagy osztalékot kezd el fizetni a megtermelt eredményéből, miután már a zeniten túl van, vagy pedig ő maga is egy akvizíciós célponttá válik. Ugye, hogy ennek mikor lesz, mikor jön el ennek az ideje, az egyelőre megjósolhatatlan, azonban a növekedési ciklus még nem zárult le, a társaságnak továbbra is vannak ötletei, hogy merre tovább, akár országhatáron belül, akár országhatáron kívül, ami azt valószínűsíti, hogy azok a tervszámok, amiket pár évvel ezelőtt a társaság lerakott az asztalra, és amely kapcsán elnyerte a befektetők bizalmát, erre egyébként van egy nagyon jó indikátor, mert több mint 24 milliárd forint körül tudott bevonni tőkét ilyen-olyan formában a társaság az elmúlt három évben a működés a finanszírozásához, illetve akvizíciókra, ami példátlan. Így a kispapírok összevetésében, vagy kisebb kapitalizáció cégek összevetésében a tőkepiacon. Úgyhogy nem zárult le ezt a pénzt, még mindig ott van a számláján, ezt még mindig tudja olyan célokra fordítani, amely a növekedési rátákat, ha nem is az elmúlt évek dinamikáján fenntartva, vagy rátáján fenntartva, szintjén fenntartva, de mindenképpen két számjegyű értékkel mindenképpen kicsemérjük értékűnek, ami azt jelentheti, hogy akár előbb-utóbb 500 milliárd forintos árbevételt is fogunk látni, és az eladott autók száma is könnyen a következő egy-két évben belül elérheti az 50 ezres nagyságrendet, amellyel már föl tud kerülni egy olyan
radar screenre, radar ernyőre, ahogy arra már a nyugat-európai nagyobb ilyen hasonló típusú kereskedéssel foglalkozott, autókereskedéssel foglalkozott társaságot is felkelti a figyelmét. Úgyhogy én bátorítanám itt a jelenlévő hallgatókat, befektetőket, hogy tartsanak ki. Tudnélik, ez a cég ez nem annyit ér szerintem, mint amennyi jelen pillanatban kereskednek vele a tőzsdén. Közel kétszeresét éri, de ahhoz, hogy ez realizálódjon ez az érték, egy mostani hozam környezetben, az egy eléggé valószerűtlennek látszik, de eljöhet az a pillanat, amikor hozamok le, az alternatív befektetési lehetőségek, mint prémium állampapír, vagy más vonzó kockázatmentes instrumentumok már nem annyira kedvező hozamúak, és újra előszedhetik azokat a papírokat, amik hatalmas alulértékeltséget mutatnak. Úgyhogy ez szerintem több mint 200 forint ennek a részének az árfolyama, és nagyon egy olyan vezetés van az autó Wallis élén, ami eddig bizonyított, hogy corporate governance-be és delivery-be, hogy így fogalmazom, tehát amit ígérek, azt le is szállítok, az abban hibátlan. És azon keves magyar cégek közé tartozik, akik nagyon komoly regionális növekedési lehetőségek előtt állnak még. Itt nagyon fontos lesz, hogy ez a növekedés ez milyen marginok és megtérülés mellett fog megvalósulni. Az eddigi track record az szédületes, tehát 20-30% körüli tőkearányos megtérülések az elmúlt 3 évben. Ez sikerül fenntartani a cégnek, mert olcsón vásárol mondjuk, és saját részvényekkel fizet, jó árosítva, akkor bízhatunk benne, hogy ezben a cégben egyszer eljön az igazság pillanata, és utólag visszamérve ez bőven megéri majd megtartani. Ez lenne az első üzenetem, hogy az autóval is lehet azon cégek, még akkor is, hogyha itt vannak rossz tapasztalatok, ugye a magánbefektetők oldaláról, mert ez a tőzsdei kibocsátás követően bezuhant az elmúlt időszakban, és látszik, hogy mindig van egy range trading, hogy ilyen sávos kereskedés fölmegy, akkor eladjuk, lejön, visszavesszük, és valójában hiába ez a hihetetlen, impresszív növekedés, amit föl tudott mutatni a társaság, és ez a hatalmas eredménybővülés, az árfolyam messziről ez gyakorlatilag nem változott az elmúlt években, ami minimum érdekes. Világos. Figyelj csak, akkor brutál, mert akkor 200-as feletti, ugye most néztem, 112 az árfolyam, szóval egy jelentős felértékelődés. Egyébként az, hogy azért van egy nagyon bizonytalan makrokörnyezet a fogyasztással, azért, hogy mi tud kihozni, az, akkor szerinted az abban a szempontból ütésálló a cég? Hát ugye néztük azt, hogy mi volt 2008 után, meg itt a 10-es évek elején az egész európai autószektorban, és ezek a típusú cégek hamar talpra tudtak állni, meglepő módon. Természetesen ez az eredménybővülési ütem, ez fenntarthatatlan, tehát ilyen nincsen, mert akkor a tejútrendszerből kijutunk pár éven belül, de amúgy még ez a két számjegyű növekedésre átalhat. Jövőre azért bennem is van némi felsz, hogy ez most hogy lesz, mint lesz, de azért remélhetőleg akkor ez azt jelenti, hogy a szektor összes többi szereplőit is érinti ilyen-olyan módon, viszont a szektor a balance-ja mérlege nem ennyire erős. Ugye hatalmas felhasználható készpénz tartalékai vannak még az autóvalisznak, amit arra használhat, hogy mondjuk egy-egy nehézségekkel szembesülő versenytársára szemet vessen és felvásárolja. Ugyanakkor mondtam, ez az összetétel hatás, hogy ugyan az autó iránti kereslet a Magyarországon megtorpant, ez látszik a számokon egyértelműen, de az eszport a piacokon még nem, tehát azok még azt lehet mondani, hogy ez is az ütésállóságot, és az utólagosan igazolják a menedzsmentnek az elképzeléseit, hogy érdemes volt kilépni az országhatárokon túlra, de emellett az a szolgáltatási szektor, tehát a szerviz, az autókölcsönzés, az autómegosztás, ezek mind olyan szegmensek, amelyek mondtam, magasabb fedezetőek, és
ezek révén jó esély van arra, hogy ezt az 5% körüli fedezeti szintet fönn tudja tartani, EBITDA per árbevételre gondoltam most. Ha nem, az ki, mert itt minden 100 bázispont csökken, és nagyjából 50 forintot elvisz az árfolyamból. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a növekedés, ez értékteremtő módon zajlan a jövőre nézve is. Köszi szépen, és én azt javaslom, hogy evezzünk is át a pénzügyi szektorra, biztosítási szektorra, maradva nálad, és megvizsgálva a cikkpanómiát. Na hát ez is egy érdekes vállalat, mert ennek már nem tudom, hanyad ízben látjuk a feltámadását és újjászületését. Ugye ez 2008-ra datálódik vissza, amikor ugye megalakult, majd idővel tőzsdére lépett, és többször is ilyen turbulens időszakokon verekedte át magát. Most már úgy tűnik, hogy fölállt az a tulajdonosi háttér és menedzsment, ami gyakorlatilag nem csak, hogy már megalapozta, hanem el is kezdte a vállalatnak az új építését, és ez most már látszik az elmúlt két negyed év számain is, hogy annak ellenére, hogy a szektor az eléggé szem előtt van, a szabályozók szem előtt, illetőleg hát ugye számos extra teher nehezedik a vállukra, gondolok itt a biztosítási adóra, ami némely esetben bénító lakhat a jövedelmezőségre. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a cég megy előre töretlenül, és kiegészülve azzal az ügynöki hálózati rend, amivel mondjuk pont az MBH bankkal kötött szerződés alapján, és ugye, amivel pont ezzel a szerződéssel is fel van vértezve, úgy tűnik, hogy a piacot meghaladó növekedési ütemet tud bizonyos szegmensekben felmutatni, például a nem élet üzletekben, de azért az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy ez újra egy fiatal üzletek, már volt csak leépült, és most újraindul, de az új kezek alatt ugye a vagyonbiztosítások révén, meg a csoportos ilyen nem életbiztosítások révén hatalmas bővülésnek lehetünk szemtanúi, ami persze a jövőben megint csak azt mondom, hogy majd lassulni fog, de ma még azt látjuk, hogy nagyon komolyan nő a társaság, és az egyik olyan lehet, akit a középkategóriás biztosítók között fölvállalhatja, illetve megvalósíthatja ennek a piaci szegmensnek a konszolidációját. Tehát, elképzelhető, és ez, erről voltak hírek, hogy ugye indult a postabiztosítók megszerzésért, hogy sikeres lesz az ő ajánlata. Abban az esetben megint egy hatalmasat tud előrelépni a társaság, mind a díjbevételek, mind a tartalékai tekintetében. És nem tartom elképzelhetetlennek, hogy akár 5-10% körüli piaci részesedést tudjon szerezni a következő 2-3 évben, és ha még el is törlik emellé a biztosítási különadót, akkor nagyon valószínűnek látom most azt, hogy ez az eredmény, amit most láttunk, ez meg fog háromszorozódni. Ugye most ez kb. Egy részére jutó eredmény, az 17 forint, ha jövőre mondjuk lesz 20, de ebben benne vannak a különadók. Most, ha nő is, meg kiveszik a különadókat, akkor ez a nagyság, ez el tud menni 40 forintra. És 40 forinton nyilvánvalóan már nem 260 forinton kéne pörögni ennek a társaságnak, holott most meg a 260 tűnik soknak ehhez az eredményhez képest, de itt mindig a jövőt árazzuk, és szerintem ott van még mindig a piaci szereplők fejében az, hogy ezt a többségi részesedést, a többségi tulajdonos ugye 327 forintért szerezte meg, most 260 forint körül vagyunk, ez neki se éri meg. Ez neki is egy ha csak papíron is, vagy bárhogy, de neki is ez egy veszteség. És szerintem mindent meg fog tenni annak érdekében ezzel a menedzsmenttel, hogy újra feltornásszák a piaci árfolyamot. Úgyhogy itt vigyázó szemeinket rajta kell tartjuk, mert hogyha itt lesz egy nagy akvizíció vagy tranzakció, akkor egy pillanat alatt, 2-3 nap alatt, ugye láttunk már ilyet a cég tőzsdei pályafutásának az életében,
beárazódhat ez a fajta új nyerességpotenciál. Ez ellentétben az autóval vissza szintén fizet osztalékot, ugye, ha nem is sokat, egy olyan 5%-os osztalékhozam van, ami szintén nem olyan vonzó, de még egyszer mondom, most megint azt kell figyelnünk, hogy a társaság nőni akar, erre helyezi a fókuszt, és itt várható valami nagyobb bejelentés majd a közeljövőben. Regionális összevetésben, vagy a versenytársakkal összevetve szintén drágának mondható ebben a pillanatban, ha csak a jelenlegi eredményszorzókból indulok ki, de hogyha egy ilyen előretekintő értékelést alkalmazunk, akkor az látszik, hogy ez a cég ez több mint 400 forintot ér. Tehát amikor figyelembe veszem a már megkötött szerződésekből várhatóan befolyó cashflow-kat, meg a mindazokat, hogy ugye ez egy, mégiscsak egy olyan franchise, ami nem csak a megkötött szerződéseiből él majd a jövőben, hanem újakat is fog kötni, úgyhogy ez a 260 forint, és a vele az általa számítható eredmény mutatók jelen pillanatban eléggé erősen megtévesztőek. Szerintem ez a cég, mondom, több mint 400 forintra taksálható, de hát ahhoz nagyon sok mindennek kell teljesülni, és én is csak valószínűségek mentén tudom ezt állítani. Ez nem olyan biztos, mint amennyi, ami a autóvalósz esetében mertem állítani. Ehhez teljesülnie kell azért elég sok mindennek. El kell törülni a különadót, meg kell történni a tranzakcióknak, és ugyanilyen dinamikákat kell még tartani egy pár éven keresztül, mint az elmúlt egy évben. Úgyhogy ez egyel hátrébb sorolnám, mint a más, az autóvalósz, ha így lehet mondani, de hiba lenne nem tartani a portfólióba belőle. Világos, én azt gondolom, hogy ez részvénybefektetői számára teljesen emészthető, akár itt a cikkpanói estében, akár a kockázatokat is figyelembe véve. Nagyon köszönöm, Attila, és igen, és még tényleg, tehát most ránéztem, és 255 az árfolyam, szóval... Hál' Isten, hogy beszélgettünk ezekről a cégekről, ezt magam is többször szorgalmaztam az elmúlt időszakban, hogy méltatlanul elfeledettek a középkategóriájú cégek a tőzsdén, holott egy-kettőben hatalmas felértékelődési potenciál van, pusztán csak amiatt, mert a likviditási okok, vagy a múltbeli rossz tapasztalatok, amikkel gyakorlatilag itt mentálisan meg kell birkózni, de ugye előre kell tekintenünk minden esetben. Abszolút. Köszönöm szépen, Attila, és én ugranék is Balázsra, Sági Balázsra, mert nézzük meg az IT szektort és a Glostert, ugye egy nagyon izgalmas cégről van megint csak szó, fantasztikus növekedés van a cég mögött, szintén itt is. Mit látsz a Glosterrel kapcsolatban, Balázs, jövőt illetően? Sziasztok, és üdvözlöm a részvevőket. Hát igen, ahogy Attila mondta, a midcap-ekben nagy felértékelődési lehetőségek vannak. A Gloster is ilyen, elég nagy különbség van az aktuális árfolyam és a mi célárunk között. Ez egy növekedési sztori. Annak minden előnyével és hátrányával, hát a hátrány az, hogy nincs meghirdetett osztalék, és valószínűleg egészen 2025-ig, amíg a menedzsment aktuális publikált stratégiája szól, nem is lesz osztalék, viszont növekednek rohamosan. 2021-ben még 5,2 milliárd forint árbevételük volt csak, 2021 végén ennyit jelentettek. Ehhez képest most 2023 első fél évében 4,4 milliárd forint árbevételt értek el, tehát egyetlen fél év alatt. Óriási ütemű a növekedés, hogy csinálják elsősorban akvizíciókkal, méghozzá a nemzetközi szoftverfejlesztés üzletágban és nemzetközi szoftverfejlesztés területen akvirálva cégeket. A Gloster nem csak ennyiről szól, van még egy rendszerintegrációs üzletág. Ez a hagyományos eredeti tevékenysége a Glosternek. Ehhez jött hozzá egy felhőüzletág és a
nemzetközi szoftverfejlesztés terület, ami a három közül a legnagyobb mértékben nő, és egyébként a legnagyobb profit termelő potenciállal is rendelkezik, tehát ez egy észszerű fókusz a menedzsment részéről, hogy a nemzetközi szoftverfejlesztés részleget bővítik és növelik. Árbevétel szempontjából nagyjából az árbevétel 50%-át adja a nemzetközi szoftverfejlesztés, és hát az elmúlt két évben számos felvásárlást láthattunk. Ezek a felvásárlások jellemzően fejlesztő csapatok megszerzését jelenti. Olyan társaságokat igyekszik akvirálni a Gloster, amik elértek egy növekedési plafont. Specializálódtak egy bizonyos területre, összeállt egy csapat, viszont szervezeti korlátokból fakadóan, menedzsment korlátokból fakadóan nem tudnak tovább növekedni, nem tudnak tovább lépni, és előnyük származhat abból, hogyha beintegrálódnak egy nagyobb szervezetbe, tehát egy ilyen méretgazdaságossági előnyt jelent ez az integráció, és ilyen előnyökkel jár hogy az akvirált társaságoknak az, hogyha a Glosterhez csatlakoznak. Igen, tehát ennek a növekedésnek abszolút kulcsa az, hogy megtalálja a Gloster vezetése azokat a társaságokat, akik illeszkednek igazából a stratégiába, a profilba, akiknek egyébként megbízók kontraktusok szerzésével ugye tudnak segíteni, és hát úgy tűnik, hogy közeledünk 2025-ig, árbevétel szempontjából nagyon sikeresek, nagyon jó úton járnak eddig, ambiciózusak a célok, tehát 2025-re 14-15 milliárd forintos árbevétel célzott meg Szekeres Viktor, a Gloster elnöke, és többségi tulajdonosa. És igen, hát forgalom árbevétel szempontjából eddig úgy tűnik, hogy jó pályán vannak. Most érkeztünk el egy olyan szakaszhoz, létszámban is, tehát dolgozói létszámban is, ami a növekedési fázist gyakorlatilag lelassítja, és innentől az EBITDA termelőképesség, profit termelőképesség lesz fókuszban. Nagyon nagy ütemű a terjeszkedés, nagyon nagy ütemű a növekedés, számos költség merül föl, akvizíciós költségek, integrációs költségek, szervezet átalakítási költségek, tehát eddig az EBITDA és a profit nyomás alatt volt. Most értek el egy olyan méretet, ahol ki fog derülni a következő években, következő két év során, de szerintem már egy éven belül látszani fog, hogy azok a csapatok, akiket sikerült bevonni a Gloster ernyői alá, valóban tudnak-e olyan hozzáadott értéket előállítani, amire a Gloster megrendelőinek igénye van. A Gloster megrendelői a nemzetközi szoftverfejlesztés területen különösen nagy nyugat-európai vállalkozások, autóiparból, egészségügyből, lemez kiadók, nekik dolgoznak be gyakorlatilag, Magyarországra szerveznek, a Glosternek szerveznek ki bizonyos fejlesztési feladatokat, fejlesztési tevékenységet. Nagy kérdés, hogy mennyire nagy hozzáadott értékű feladatokat sikerül megszerezni ezektől a társaságokkal. Ez nagyon nehéz előre látni. Ugye rendkívül komplex IT igénye van Audinak, BMW-nek, hogy csak az autóiparból említsek néhány a menedzsment által is emlegetett nevet.
Viszont hát nagy kérdés, hogy a Gloster hol tud az értéklánc melyik szintjén tud csatlakozni, tud kapcsolódni ezekhez a társaságokhoz. Úgyhogy gyakorlatilag egy vízválasztónál vagyunk, és nem csak ilyen szempontból, nem csak működési szempontból, hanem tőzsdei jelenlét szempontjából is. A Gloster Extend szekciójában van a budapesti értéktőzsdének, viszont szeretnének a standard kategóriába lépni. Ennek ugye vannak előfeltételei, kritériumai, amik között ugye a legnehezebb az IFRS átállást megugrani. Ennek is természetesen ugye megvannak a belejáró költségei, tehát ez megint csak egy ilyen profit nyomás faktor, viszont lehet bízni abban, hogy a papír likviditása ezáltal meg fog nőni. Rendkívül likvid a papír, tehát az Extend szekció különösen küzd ezzel a problémával, hogy alacsony a forgalom. A standard szekcióban talán kicsit jobban a befektetők látóterébe fog kerülni a társaság, és akkor van igazából esély arra, hogy a mostani 950 forintos részvény szintről közelítsen egy vállalatértékelés modell alapú árszintet, tehát amit ugye amire mi jutottunk, ez az 1396 forint környéke, az, ami ebben a növekedési sztoriban van, és lehet, amilyen pályán van most a Gloster. Természetesen ezzel nagyon sok mindent előlegezünk meg a Gloster jövőjével kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy 2025-ig fog tartani, és addig sikeresen végbe megy ez a jelenleg meghirdetett stratégia, természetesen az egy bizonytalansági faktorral számolva, és szintén az illikvitással is számolva, és utána egy kiszámítható növekedési pályára fog állni a társaság, amikor már akár osztalékfizetés is szóba kerülhet. A közkészhányad mindössze 25% jelenleg, és hát ugye meghatározó befolyással rendelkezik a Gloster elnöke, 50% fölötti részesedése van, tehát egyértelműen az általa fölvázolt irányt veszi meg az, aki ugye a Gloster papírjába fektet, és a Gloster papírját tartja. De egy nagyon izgalmas sztori, kevés, viszonylag kevés ilyen növekedési sztorit láthatunk a budapesti értéktőzsdén, és abszolút az látszik, hogy ez a kiszervezett informatikai tevékenység hát rejt elég nagy potenciált. Annak ellenére, hogy jelentős bérinflációt láthatunk, infláció magas itthon, és hát az informatikai szektorban különösen erőteljes a bérinfláció. Egyre inkább a nyugat-európai fejlesztőkkel és nyugat-európai szakemberekkel kell versenyeznek minden szempontból az itteni hát cégek is, és a munkavállalók is. Tehát ez egy időbeli pillanat tulajdonképpen, hogy ezt a helyzeti arbitrást itt olcsóban dolgoznak a fejlesztők, ki tudja használni a Gloster eddig a 2025-ig tartó időszakban. És hát látjuk azért, hogy van egy bérfelzárkózás, persze, német bérszinthez, így svájci vagy osztrák bérszinthez, hogy ezek a fő fókuszpiacai, nemzetközi fókuszpiacai a nemzetközi szoftverfejlesztési tevékenységek, de nem egyik napról a másikra történik meg, és még mindig megéri nyugat-európai nagyvállalatoknak ide szervezni, remélhetőleg minél magasabb hozzáadott értékű tevékenységet.
Rövid távon az EBITDA marzs jelenlegi EBITDA marzshoz képest rövid távon számíthatunk arra, hogy 15-20% környékére vissza fog épülni a marzsa, mint ezek az egyszeri költségek, ugye bét kategóriaváltás költségei és akvizíciós költségek eltűnnek. És azt láthattuk a legutóbbi féléves jelentésben, hogy hát 10% alá 9,6%-ra zsugorodott az EBITDA marzs, de ez ugye egyszeri tételeknek tudható be. És hát még az informatikai cégeknél és nemzetközi összehasonlításban elég jólnak számított 15-20%-os marzs, ez igazából az alapeset. Tehát nem látjuk azt, hogy bármi jelentősen akadályozná ennek a 2025-ig tartó stratégiának a megvalósítását. Egyedül ugye az említett bérinfláció és bérköltség emelkedés lehet jelentősebb akadály. Most már nem olyan nagy a kockázat annak, hogy szakembereket nem találnak. Létszámban nagyjából, ahogy említettem, ott van a társaság, ahol a stratégia szerint lennünk kell, 290 főt jelentettek. Egy év alatt ez egy rendkívül jelentős növekedés, ez 160 környékén volt a létszám még egy évvel ezelőtt. Úgyhogy a fejlesztők ott vannak, szakemberek, ha minden igaz, ott vannak. Csak Rosternél és innentől fogjuk látni igazából a tiszta képet a következő jelentéseknél, gyors jelentéseknél, de összességében ez egy abszolút optimizmusra okot adó sztori, a Gloster sztori. Szuper, nagyon köszönöm Balázs az alapos képet a cégről. És tényleg én ugye említette az 1400 körüli célárat, azért most ugye 950 körül az árfolyam, szóval ez abszolút ígéretes megint csak. Úgyhogy nagyon köszönöm, és én ugranék is tovább, építőipar következik, Masterplast, és Balázs Rácz, Balázs MBH Banktól itt van velünk, és tényleg én kíváncsian hallgatjuk azt, hogy mit lát a Masterplast-tal kapcsolatban, hogy hogyan látod a cég jövőjét. Sziasztok, köszöntöm a nézőket. Hoztam egy prezentációt is, egy néhány szlájddal, remélhetőleg hamarosan kivetítésre kerül. Hogy kicsit kontextusba helyezzem a mostani dolgokat, illetve kedvezzek azoknak a nézőknek is, akik esetleg nem ismerik a Masterplast-nak a történetét. Ugye a következő szlájdon lehet látni, hogy ugye a társaság 97-ben alakult, és kezdetben építőanyag kereskedelemmel foglalkozott. Tulajdonképpen ez a fő tevékenység most is megmaradt. Ugye ami nagyon sokat változott, hogy kezdetben más gyártók termékeit értékesítették, majd utána 2005 környékén elindult a saját gyártás is, szépen évről évre fejlődött a vállalat, és most már 9 telephelyen gyártanak, és 5 országban zajlik a gyártás, és időközben ugye a nemzetközi terjeszkedést is elkezdte a vállalat, 2005-re már 10 országra kiterjedő leányvállalatból állt a portfólió, illetve több mint 40 országban van piaci jelenléte a társaságnak. Ugye ahol leányvállalat van, ott a legaktívabb az értékesítés, jellemzően a régiós országokban találhatók a leányvállalatok, de Észak-Európában, Nyugat-Európában, illetve Dél-Európában is jelen van, tehát szinte egész Európát lefedik a társaság termékei. Ugye több mint 10 éves tőzsdei múltja van a Masterplast-nak, 2012-ben vezették be a részvényeket a bécre, 2017-től pedig prémium kategóriában is szerepelnek már a részvények. A következő szlájdon lehet látni, hogy a társaságnak milyen üzletágai vannak. Ugye említettem, hogy az elmúlt 15-20 évben nagyon sokat tett a társaság azért, hogy saját gyárakat tudjon építeni.
természetesen ez által az értékesített termékeken jóval nagyobb marzsot tudott realizálni. A társaságnak a fő üzletága most is az építőipar, ugye az árbevételnek a 90%-át adja az építőipar. Itt is leginkább a homlokzati hőszigetelő rendszerek terén a legerősebb, de tetőfóliákban is kiemelkedik az egy stratégiai termékkör a társaságnak, illetve a száraz építészetet lehet még kiemelni, de rengeteg egyéb termék is van. A hőszigetelő rendszereknél ugye ott az a fontos, hogy van a társaságnak Szabadkán, Szerbiában egy üvegszövet hálógyára, és ez kapacitását tekintve a világ harmadik legnagyobb üvegszövet hálógyára, és mindemellett ugye nem csak üvegszövet hálógyár, hanem egy hőszigetelő rendszernek minden terméke megtalálható most már a társaságnál. Például ugye a legfontosabb az a hőszigetelő lap, az úgynevezett ETS, vagy más néven ugye úgy ismerik, hogy Hungarocell lap. Etelén például két új üzemet is építettek, így óriási nagy kapacitással rendelkeznek, tehát nem csak a magyar piacot, hanem az európai piacokat is el tudják látni. De nem csak RTS gyárat, hanem például XPS gyárat is készített, ugye az RTS-t a homlokzatra, XPS-t a lábazatra teszik, így ezzel a fejlesztéssel, ezzel a gyár egységgel teljes körülvé vált a homlokzati hőszigetelő rendszer. És igazából ami ugye nagy sztori a társaságnál, hogy két új gyár is épül, és ezzel a két új gyárral belép a társaság a szálas hőszigetelő anyagpiacra, méghozzá kőzet és üveggyapott gyártásról van szó. Ezek óriási nagy beruházások, ezeket nem tudja megcsinálni a társaság. Egy lengyel és egy magyar partnert is bevont ezeknek az üzemeknek a megépítéséhez. Ugye ehhez a forrás a tőkeemelésből származik, ugye nemrégiben vont be a társaság tőkét, és ez azért tette, hogy a szálas hőszigetelő anyag gyárakat fel tudja építeni, és itt is jelentős kapacitást tudjon kiépíteni. Viszont itt a pont egybeesett a Covid-dal, hogy az egészségipari szegmens itt elindult, ugye ennek az a története, hogy vásároltak Németországban egy üzemet, ahol légáteresztő tetőfóliákat terveztek gyártani, viszont a tetőfólia anyaga és a Covid védőruházat, illetve az egészségügyi masznak is hasonló az alapanyaga, így elkezdték ezt gyártani a Covid idején, és ennek olyan nagy sikere lett, hogy Magyarországon ugye a Sárszent Mihályi székhelyén is építettek egy komoly üzemet, amihez ugye nagyon komoly mértékű állami támogatást is kaptak, ugye 80%-ban állami támogatásban épült az üzem, és így egy új iparágat, a új üzletágat, az egészségipart is kiépítették, viszont jelenleg a bevételnek csak néhány százalékát adja az egészségipar, ugyanis a Covid eltűnésével az innen származó bevételek is jelentősen visszaestek. Ugye itt textíliákat, vagyis alapanyagokat, egészségipari alapanyagokat gyárt a társaság, illetve most már elkezdtek késztermékeket is gyártani. Nagyon nagy kapacitással rendelkeznek, nagy potenciál van ebben az üzletágban, de egyelőre nem tudják még ezt kihasználni. Így azt gondolom, hogy a következő egy-két év során innen ilyen jelentős árbevétel növekedésre nem lehet számítani. A társaságnál folyamatosak a fejlesztések. Van egy új üzletág, ami 2023-ban épült el, ez a moduláris gyártás. Itt már elég előre haladott állapotban vannak a társaságnak a projektjei, hiszen már gyártottak mintaépületeket, és úgy néz ki, hogy 2024-ben a piacon is értékesíteni tudják a moduláris épületeket. Ebből egyébként a menedzsment számításai szerint ilyen 10 millió euró már akár származhat is a következő évben, és utána fokozatosan ez az üzletág is egyre nagyobb részt szakíthat ki majd a társaság árbevételéből. Nézzük meg a következő diát. Fontos ugye visszatérnünk az építőiparra, hiszen innen származik a bevétel és a profitnak a nagy része. És ugye egészen 2022 második feléig nagyon szép árbevétel és profit bővülés volt megfigyelhető a társaságnál, viszont a tavalyi negyedik negyedév az nem indult, az nem volt jó, ugyanis az idei profit figyelmeztetéssel indult. Ugye a társaság azt mondta, hogy a tavalyi negyedik negyedévet veszteséggel fogja zárni,
és azóta igazából sorozatban jönnek a veszteséges negyedévek, és az év első 9 hónapját tekintve az idei évben árbevétel visszaesés lehet látni a tavalyi évhez képest, illetve veszteséges a társaság. Korábbi tervek az volt a korábbi terv, hogy a 2023-as év végére azért egy minimális profitot fognak elérni, de úgy tűnik, hogy ez nem fog sikerülni. A 2023-as év az bizony egy veszteséges év lesz. EBIT szinten is veszteséget fog nagy valószínűséggel publikálni a társaság. Az építőipar gyenge teljesítménye, a keresleti oldal visszaesése az, amely miatt igazából visszaesik a társaságnak az eredménye. Ugye fontos tudni, hogy nagyjából a bevétel 40-50%-a származik Magyarországról, a többi pedig az európai országokból. Az építőipar teljesítményének a gyenge alakulása az nem csak Magyarországra jellemző, hanem a környező országokra is. Tehát 2023 évet nagyon gyengén zárja az építőipar, és hiába sikerült a Masterplusznak nagyon sokat beruházni az utóbbi időben, és ezzel látványosan nőtt a társaság kapacitása. Ezeket a kapacitásokat nem tudja kihasználni, 2023-ban közel nem tudja elérni a maximális kapacitást. Úgy gondolom, hogy a 2024-es év is nehéz év lesz, bár 2024 egészét tekintve én már arra számolok, hogy megáll az árbevétel csökkenése, és 2024-ben már növekvő árbevétellel és egy profitos évet zárhat a társaság, de ahhoz, hogy a számok igazán tudjanak erősödni, ahhoz az kell, hogy az építőiparban ismét konjunktúrát lássunk. Egyrészt ami segítheti a társaságot, hogy a készletek, a kint lévő készletek azok leírültek, tehát a kereskedőknél azt lehet látni, hogy szükséges hamarosan feltölteni a készleteket, hiszen kiárulták a meglévőket. Ez lehet ugye egy pont, ami miatt a társasághoz fordulnak majd a kereskedők, illetve a másik dolog az a marzsok javulása, hiszen a COVID kapcsán az alapanyag árak azok nagyon dinamikusan elkezdtek emelkedni, emiatt a társaság nagyon magas készletszinteket halmozott föl. Majd a felhalmozott készletszint az ugye annyira magas volt, hogy nagyjából így 2023 végére fogynak ki a magasan vásárolt alapanyagok, hiszen a COVID után most azt lehet látni, hogy az alapanyagoknál is lejtmenet látszik, és ezért ugye az újabb alapanyag beszerzések esetén már sokkal magasabb marzsokat tud a társaság realizálni. Tehát mind ugye a kereskedőknél leült készletszint, mind a marzsok, amelyek segíthetik a 2024-es évet, majd utána ugye a jövőbeli igazán dinamikus növekedést pedig akkor láthatunk, hogyha Európa szerte felújítási programokat, hőszigetelési programokat láthatunk. Ugye itt van a Repower EU program, ami egy nagy segítség lehet a társaság számára. Ugye, ha megnézik, akkor nagyon intenzív a beruházási stratégia. 2025-ig fognak megvalósulni a száraz hőszigetelő anyaggyárak, és hogyha az építőiparban a 2024 után 2025-ben visszatér a növekedés, akkor ennek a társaság nyertese lehet. Az aktuális célárfolyamunk az 4113 forint, ugye ennél lényegesen alacsonyabb szinten van az árfolyam. Rövid távon folytatódhat a további stagnálás, hiszen a kitörési pont még odébb van, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi árfolyam szintnél sokkal többet ér a Masterplus, ezt mutatta ugye az aktuális célárfolyamunk is, és közép-hosszú távon a jó vétel lehet a Masterplus, de mint említettem, azért a 2024-es év még nehéz lehet a társaság számára. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, Balázs, és itt is megint csak egy vételi ajánlás, egy jelentős felértékelési potenciállal. Na, de ugorjunk is Ákos
Szemán Ákos is itt van velünk az OTP-től, OTP Banktól, és energia szektorba átkalózolva magunkat Panergy-ről, hogyha tudnál nekünk egy kompakt helyzetképet adni, az szuper lenne. Sziasztok! Alapvetően ugye már többször felmerült a mai témaként, hogy vannak ilyen radar alatt lévő részvények, szerintem ilyen szempontból a Panergy is ilyen, sokan szerintem a kicsit az unalmas közműcég kategóriába szokták ezt besorolni, pedig egyébként van benne potenciál, meg egy alapvetően stabilan, hatékonyan jól menedzselt vállalatról van szó. Hogyha a következő diát nézzük, akkor majd ott lehet látni egy-két csártot ebből a szempontból. Itt azért látszik, hogy az elmúlt években a hőértékesítés mennyisége az folyamatosan nőtt, a cégnél vannak kapacitásbővítő beruházások, ami talán itt ilyen érdekes dinamikaként lehet látni, hogy Győr szerepe növekedett az elmúlt években, a miskolci hőértékesítés az pedig úgy nagyjából stagnált. Az idei év egyébként itt az utolsó oszlop az csak a year-to-date adatokat mutatja. Nagyjából egyébként majd hasonlóan alakulhat szerintem az idei év hőértékesítés szempontból, mint a tavalyi évnél. Itt a Q3-as eredmények egy kicsit gyengébbek voltak, ez annak volt köszönhető, hogy a szeptemberi hőmérséklet az jóval magasabb volt az elmúlt évek átlagához, meg a tavalyi évhez képest, és egy nagyjából egyébként 4 fokkal volt melegebb szeptemberben a tavalyi évhez képest. De alapvetően azt kell látni, hogy a harmadik negyed év az a szezonálisan hőértékesítés szempontból gyengébb szokott lenni, úgyhogy ilyen szempontból a gyengébb teljesítménynek azért nem lesz akkora hatása az egész éves hőértékesítésre. A negyedik negyed év az szezonálisan erősebb szokott lenni, úgyhogy én arra számítok, hogy azért hasonló lehet a tavalyi évhez a hőértékesítés. Ha előre tekintünk, akkor azt gondolom, hogy jövőre is ilyen hasonló hőértékesítés várható, mint idén. Annyit tennék hozzá, hogy várhatóan jövő szeptemberre fejezi be majd a társaság az új Miskolci kút, termelőkútnak a rendszerbe integrálását, itt majd a munkálatok az idei fűtési szezon után fognak kezdődni. Ez hozzájárulhat majd a hőértékesítéshez, ez egy kis növekedési lehetőség, vagy úgy mondanám, hogy inkább van benne egy limitált növekedési lehetőség, így ha céges szinten nézzük, akkor mondjuk egy ilyen 4%-kal nőhet a hőértékesítés, ez korábbi management indikáció alapján, de fel lehet futtatni a termelést, és akkor mondjuk, hát hogyha teljesen felfuttatott termelés van, és arra sikerül vevőket találni, akkor mondjuk egy 7-8%-os hőértékesítés növekedés lehet ebből. Ami talán kicsit negatívum volt szerintem mostanában, hogy ugye volt egy budapesti projektötlete is a cégnek, az azzal kapcsolatos állami támogatást azt visszautasították, tehát ez a projekt nem fog megvalósulni. Értékelési szempontból nincs hatása, mert ezt nem vettük bele az értékelésbe, hogy ez még egy nagyon korai szakaszban lévő ötletszerű dolog volt. Azt is látni kell, hogy egyébként, hogyha meg is kapnának ilyen fajta koncessziót, vagy tudnának kutatófúrást végezni, akkor sem biztos, hogy a feltárt területen mondjuk gazdaságosan termelhető hőenergia, de nyilván azért egyfajta ilyen opcionalitási lehetőség lett volna a cég szemszögéből, ami akár egy komoly növekedési potenciált jelentetett volna, hiszen azért a budapesti agglomeráció azért elég nagy lélekszámú. Ettől függetlenül nyilván lehetnek majd még más projektek is a csőben szerintem, ami hozhat növekedést. Ugye akár, hogyha mondjuk EU-s pénzek megérkeznek, akkor volt abban is szerepeltek geotermikus projekttel kapcsolatos támogatási összegek, tehát hogy ez jelentett egyfajta növekedést. Itt ha a pénzügyi részét nézzük, akkor a következő szlájdon lehet látni, hogy azért szépen növekedett az árbevétel, az EBITDA, az adózott eredmény is, tehát azért volt ebben a cégben növekedés, meg szerintem lesz a jövőben is. A hőárak is növekedtek, én azt gondolom, idén valószínűleg rekord EBITDA is adózott eredmény lehet. A jövő év szerintem egy nagyon enyhén talán gyengébb lehet az idei évnél a visszaeső hőárak miatt. Alapvetően nem lesz szerintem nagy hatása, tehát a költségeik is csökkenni fognak, de ez egy konzervatív becslés, én azt gondolom, hogy egy kicsit talán gyengébb lehet a jövő év ilyen szempontból, de aztán ahogy bejön majd a miskolci termelőkút, akkor szerintem 2025-től megint növekedhetnek majd a pénzügyi számok, az EBITDA meg az adózott eredmény. Alapvetően fundamentálisan a céget alulértékeltnek látjuk, mi egy 1908 forintos célárat
tart, 12 havi célárat tartunk jelenleg, ami nagyjából 50%-kal van a piaci érték fölött, és ez még a Miskolci kútnak az értékelését egyébként nem is tartalmazza, úgyhogy, és az ugye azért gondoljuk, várhatóan pozitív lesz, ezt majd valamikor a jövő év folyamán fogjuk beleépíteni, amikor már látjuk, hogy megkezdődtek a munkálatok, látjuk, hogy mikor fog várhatóan befejeződni, időben befejeződhet, stb. Úgyhogy nagyjából ennyit terveztem mondani. Ákos, nagyon köszi, eddig 7-ből 6 cég masszív, magasabb várható árfolyammal, és gyanítom, hogy Gáborhoz visszatérve a Waberers is hasonló cipőben fog járni, úgyhogy itt utolsó cégként, Gábor, visszaadnám neked a szót, hogy pár szóban, néhány percben a Waberersről is mondd el, hogy mit láttok most. Köszönöm szépen, hogy visszakapom a szót. Hogyha csak a mai emelkedést néztük a Waberersbe, akkor durván egy ilyen 5 éves maximumon van az árfolyam, 3000 forint fölé is kiment már a mai nap kora délután, ami elképesztő, annak ellenére, főleg, hogy de amikor mi elkezdtük elemezni 2019-ben, akkor ez a részvény durván ilyen 1200 forint körüli árfolyamon volt, aztán jött egy Covid, aztán leesett a részvény árfolyam durván 600 forintra, és akkor mi nem is beszéltünk arról, hogy 5000 forint felett volt a kibocsátási ár, és akkor onnan arról a 600 forint körüli szintről felállt. Hát akkoriban, ha egy ilyen kulisszatitkot elárulhatok a kedves nézőknek, akkor de többen úgy gondolták, hogy én ilyen öngyilkos merényletet követek el, hogy belemerek állni ebbe a korba, hogy itt a Waberers azt vételre ajánlom, aztán hát így visszatekintve talán ez egyik legjobb dolog volt, amit elkövethettem, hiszen felemelkedtünk nem is kis mértékben itt az elmúlt évek folyamán. Ugye a Waberers szempontjából fontos kiemelni, hogy van három darab üzletága, ami mind a három szinte külön-külön is nagyon jól el tudna működni. Egyrészt a nemzetközi fuvarozás, aztán a regionális logisztika, a harmadrészt pedig a biztosító. Itt az egyes üzletágak között nagyon-nagyon szoros kapcsolat, nem feltétlenül felezhető fel, hiszen hogyha csak a biztosítóra nézek, a biztosítónak és a bevételeinek több mint 5/6-oda az külső partnerektől származik, és csak egy kisebb része van saját flotta biztosításból. De hogyha a logisztikát nézem, vagy a nemzetközi fuvarozást, ott is nagyon-nagyon kicsi az az árbevétel, ami mind a kettőt érintheti, vagy egymásnak átadott szolgáltatást jelentene. Tulajdonképpen a regionális logisztika az, ami a következő időszakon, következő években hatalmas növekedés előtt állhat, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Szerbiában is nagyon komoly logisztikai beruházásokat fog végrehajtani a Waberers várhatóan. Egyrészt itt Ecseren már épül is a raktár, amely jövőre teljesen megvalósuló projekt lesz, és ezzel jelentős költségeket fog tudni megspórolni a cég, másrészt pedig ugye Szerbiában jelentetve nem mellesleg egy akvizíciót az elmúlt hetek során. Azzal például, hogy a BMW gyár Debrecenbe költözik, vagy kínai akkumulátorgyártók érkeznek Magyarországra, az egy lehetőség a növekedésre, és ezeket, mint egy opció, azért be kell értékelni a Waberers szempontjából. Azzal, hogy a Waberers annak idején az Audival le tudott szerződni egy ilyen belső logisztikai szolgáltatásra, azzal egy olyan referenciát tudott gyakorlatilag felépíteni saját magáról, amivel bármelyik nagyobb autógyártónál, vagy egy akkumulátorgyártónál is tud idézőjelesen házalni. Tehát ezt meg tudja mutatni, hogy milyen szolgáltatásokra képes, és hogy milyen potenciál van, milyen tudás van a Waberers logisztikája mögött. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem itt a következő időszak, főleg úgy, hogy ezek a beruházások itt fel fognak épülni Magyarországon, külön pikantériát adnak a Waberers szempontjából. Nekem jelenleg a céláram az 4800 forint, ami
talán itt a legtöbb részvényhez is hasonlóan ugyancsak egy nagyobb felértékelődési potenciált jelent, szóval nem is meglepetés. Szerintem az egy érdekesség, hogy főképp itt a magyar biztosítási piac az hogyan alakulhat át a következő hónapokban, ugyanis felröppentek olyan pletykák, meg erre talán egy ilyen szárnyéknyilatkozat is kötetett korábban a Waberers, illetve a posta biztosító között, hogy az együttműködést keresik. Ne talán egy ilyen akvizíciós bejelentés érkezne, hogy a Waberer biztosítója, valamint a posta biztosítók, hát, hogyha lehet így fogalmazni, összeházasodnak, akkor az egy nagyon-nagyon nagy sztori lenne. De nyilván az egy nem kis akvizíció lenne, tranzakció méretet tekintve, úgyhogy ott már valószínűleg akár egy ilyen tőkebevonáson is el kéne gondolkodnia például a Waberersnek, ami külön pikantériát adna az egész sztori szempontjából. Összességében, rövid távon egyetlen egy nagy kihívást látok a Waberers életében, az az, hogy a nemzetközi piacon ezt a nagyon volatilissé váló megrendeléseket, illetve a makrokörnyezetet hogyan tudja átviselni, mert a szituáció kezd hasonlítani arra, ami 2018-19-ben volt tapasztalható Nyugat-Európában, de összességében a Waberers a szerződéseit, illetve a megbízásait egy olyan irányba tolt el, hogy egy sokkal stabilabb, sokkal kiszámíthatóbb üzleti modellt folytat a nemzetközi fuvarozás tekintetében, ezáltal pedig a csoportszintű eredményeknek a változékonysága az a következő negyed években kevésbé lesz majd nagy, mint ami volt még a koronavírus járvány megelőző egy-két évben ott az IPO-t követően. Úgyhogy én azokat a befektetőket, akik aggódnak amiatt, hogy a nemzetközi fuvarozás az ismételten egy ilyen negatív pályára állhat rá, és ez lehúzhatja a csoportszintű eredményeket, azoknak azt üzenném, hogy szerintem a Waberers egy sokkal válságállóbb üzleti modellt folytat abban az üzletágában, és bár lehetnek olyan negyed évek, amelyek nem túl acélosak ebben az üzletágban, úgy gondolom, hogy azzal a portfólióval, azzal a ügyfélbarát, illetve szerződés állománnyal, amivel a Waberers jelenleg rendelkezik a nemzetközi fuvarozás tekintetében is, azzal át tudja vészelni ezeket a nehezebb időket. Úgyhogy én alapvetően a Waberers szempontjából továbbra is pozitív vagyok, optimista, az idén bejelentett akvizíciók jövőre jelentősen hozzá fognak járulni már az eredményeknek a javulásához, mind árbevétel, mind operatív eredmény szintjén. Úgyhogy én további felértékelődést látok a Waberers papírjaiban. Szuper, Gábor, nagyon köszi, és akkor én tényleg, amikor válogattuk a cégeket, egyáltalán nem néztük, hogy mennyi az, amennyi felvásárlásra, vételre van véve, úgyhogy itt hétből hétet látunk, és ezzel végére is értünk a cégeknek, és kaptunk pár kérdést, hogyha van még egy pici időtök, akkor rá tudnánk nézni. És az egyik az például a Panergy kapcsán, itt látom, hogy érkezett egy kérdés, hogy ugye ugye van egy vételi ajánlás az elemzőházatok részéről, Ákos, és viszont az alapkezelő, OTP alapkezelőnél kicsi a tartás az alapokban. Én valószínűleg nem tudom, hogy most mekkora az OTP alapoknak a Panergy kitettsége, meg ugye elég sokféle, tehát egy befalapnál azért elég sokféle korlát jön be, hogy mi mennyi, mekkora stokkot vehet egy adott részvényből, szóval egy többféle okot is el tudok képzelni, akár technikait is, nem feltétlenül az, hogy egy alapkezelő mit vár a cégtől, és abban mikor száll be.
Ákos, ti néztétek ezt esetleg? Tehát, hogy alapvetően a mi működésünk az független az alapkezelőtől. Tehát, hogy mi ilyen szempontból nem állunk kapcsolatban az OTP alapkezelővel, tehát nem, én nem feltétlenül látom azt, hogy ők milyen részvényeket miért tartanak, vagy milyen okok vannak mögötte, hogyha nem. Én anekdota alapján hallottam olyat, hogy volt, aki mondjuk akart Panergy részvényt venni, de a likviditás az nem volt annyira magas ahhoz, hogy mondjuk olyan mértékben tudja felépíteni a pozícióját, hogy az ne legyen kockázatos. Tehát ugye nyilván egy intézményi befektető szempontjából, hogyha valaki mondjuk az alap méretéhez képest egy olyan pozíciót akar felépíteni, ami több százalékos, és mondjuk ahhoz a pozícióhoz, hogy felépítsen egy ilyet, ahhoz mondjuk heteken vagy egy több hónapon keresztül kell ott állni, hogy felépítse, akkor utána, ha valami nem úgy sül el, ahogy gondolja, akkor nyilván ezt a pozíciót nehéz beépíteni. Szóval én ilyesmire tudok gondolni, de mondom, a pontos indokát ennek nem fogom tudni megmondani, mert ilyen szempontból nem tudjuk, hogy ők mit csinálnak. Abszolút világos, és talán fontos itt is ezt aláhúzni, hogy totál független cég vagy totál független véleménnyel. Jó, és még kaptunk egy másik kérdést az Autovalis-hoz is, egészen pontosan az autómegosztó cégük apportjával kapcsolatban, hogy itt az árfolyam, amint bevitték, ahhoz képest felvérő. Ezt látod, Attila? Egy némítást még a mikrofonodon le kéne venni, és akkor hallanánk. Köszi. Halló, most hallatok? Most tökéletes. Oké. Kb. Be tudom azonosítani a kérdezőkörét. Hát tessék menni a Deloitte-hoz, és megkérdezni tőlük, hogy miért ekkora értékre értékelték a Wallis Auto megosztót. A többi már csak egyszerű matek volt, hogy a tőzsdei, nem tudom, hány napos részvényárfolyamnak valamilyen átlagát vették, és abból kijött ez az értékelés, hogy hány darab részvényt kell adni, stb. A részesedésért cserébe, de alapvetően itt a Deloitte-ot kell megkérdezni, és ha valaki azt mondja, hogy ez nem fair, ez az árfolyam, akkor tulajdonképpen egy auditált tranzakciónak az értékelését vonja kétségbe, ami ezt természetesen szíve joga megvan, de ebből nem az következik, hogy áron alul adott el részvényeket az Autovalis egyenesen, hanem az, hogy itt van egy befektető, aki úgy ítéli meg, hogy igen, egy másik meg úgy, hogy nem. Tehát az, hogy kinek van igaza, ugye ez egy örök kérdés. Azért alkalmazunk ilyen neves tanácsadó cégeket, mert azt félelmezzük róluk, hogy értenek a vállalat értékeléshez. Úgyhogy ezt így igazából nem tudom kommentálni, hogy ez most, mert ebben van egy kis rossz indulat, úgy érzem ebben a beírásban. Én még egyszer mondom, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ez a társaság jól vezetett és mélyen alul értékelt ahhoz képest, ami ahol neki lennie kéne, vagy forognia kéne ebbe a pillanatba. Világos. Na, köszönjük szépen akkor Ákos, Attila a válaszokat is, meg a figyelmet minden hallgatónak. Én remélem, hogy ezzel a bő egy órás beszélgetéssel tudtunk támpontot, segítséget adni a kisbefektetőknek, jelenlegieknek, leendőknek, hogy hogyan néznek ki ezek a midcap cégek. Egyébként mindenki, aki itt volt ma, ők részt vesznek a BÉT elemzési programjában, a cégük részt vesz a BÉT elemzési programjában, és valaki bővebben szeretné az elemző urak írásait olvasni, akkor ez fönt megtalálja a BÉT honlapján, egészen pontosan a tőzsde tagok menüpont alatt az aktuális elemzések abszolút elérhetők, angol nyelvűek, hosszabb lélegzetvételűek, de mindenkit bátorítunk, hogy olvassa, nézegesse, és köszönjük a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szép estét kívánok nektek!